Köszöntöm a köztérnézőit, vendégem a stúdióban Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, akivel a megyéről fogok beszélgetni, illetve a megyének az előző évéről. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm. Hát akkor kezdjük is azzal, hogy ugye 2019 van, de 18-nak még nem olyan régen ért csak vége, vagy lett csak vége. Hogyan értékeli ön, mint elnök az előző évét a közgyűlésnek? Ha értékelnem kellene az elmúlt évünket, azt mondanám, hogy eredményesek és sikeresek voltunk, és ezt leginkább azzal támasztanám alá, hogy úgy érezzük, hogy a megye 108 települése közül szinte kivétel nélkül tudtunk olyan fejlesztéseket megvalósítani a megye 108 településén belül, a kisfalvaktól egészen a nagyvárosokig, amely az ott élők, az ott lakók életminőségét javítják, komfortérzetét javítják, vagy akár a biztonságukat előmozdítják, akár a közlekedés terén. Számunkra ez a legfontosabb, hogy a településeink és a lakosság irányába tevékenykedjünk. Az eredményesség szempontjából pedig a területfejlesztési feladatainkat, amelyeket a törvény ránk ró, úgy gondoljuk, hogy hiánytalanul, maradéktalanul el tudtuk látni, és ezen felül pedig számos olyan feladatot el tudtunk végezni, kvázi önként vállalt feladatként, amely nagyon széles palettán, de szintén a megye lakossága érdekében fejlődést, fejlesztést hozott a megyénkben. Igen, hát ahogy mondta, sok fejlesztés történt az előző évben. Például januárban ugye az Etyekborászati Központot adták át. Mit kell tudnunk erről a központról? Az Etyekborászati Központ az egy olyan beruházásunk volt, amelyet a Velencei Tóváli Völgyvértes Térségi Fejlesztési Tanács, rövid nevén VVVTFT valósított meg. Ez a tanács, ez a Fejér megyei önkormányzat által működtetett fejlesztési tanács, melynek munkaszervezetét szintén a Fejér megyei önkormányzati hivatal látja el. Egyheken 4 szőlészeti borászati központ működik, Újhegy, Kecske, Gödör, Körpincék és a hagyományos Öreghegyi pincesor, valamennyi pincészet tekintetében, szőlészet tekintetében sikerült normális közlekedési lehetőséget egészen pontosan egy nagyon szép, impozáns gránit, bazalt, andezit, kockakővel kirakott sétányt kiépíteni kandelláberekkel, illetőleg Újhegyen, ahol a gasztrosétány projektünket megvalósítottuk, és ahol egyébként az etyeki piknikek is mindig megvalósításra kerülnek, Rókospalvi Paliék által szervezve, teljes összközművesítést hajtottunk végre, felszíncsapadék, vízelvezetés, szennyvíz kérdés megoldását, illetve földkábel elhelyezésével közvilágítást és távközlést, gyönyörű kandelláber oszlop kiépítését. A körpincék vonatkozásában pedig a helyi igények alapján sikerült egy színpadot építenünk, amely reméljük, hogy fontos közösségi térként fog szolgálni az elkövetkező időszakban. Ez leginkább akkor turisztikai szempontból jelentős ez a beruházás? Turisztikai szempontból is mindenki fontos a beruházás, de kezdettől fogva arra törekedtünk, Tesszei Zoltán miniszterelnöki biztos úrral, aki a térség fejlesztéseit összefogja, hogy az országos turisztikai célok mellett megtaláljuk a helyi igényekkel is az összhangot, és ezért is alakult az ki, hogy mi kezdetben csak az újhegyi fejlesztéseket tűztük ki célul, és erre is kaptunk forrásokat. A kormánynak, illetve a miniszterelnök úr támogatásának köszönhetően 100%-osan hazai forintokról beszélünk, de látva is meghalván a jogos helyi igényeket, a többi 3 borászati, szőlészeti borászati központra is sikerült újabb forrás megnyerésével fejlesztéseket megvalósítanunk, és ezeket a fejlesztéseket egyébként a település központ vonatkozásában, Magyar Kút és környéke vonatkozásában a szakrális tér kiépítésével jelenleg is folytatjuk. Így úgy gondoljuk, hogy az országos turisztikai célkitűzések mellett maguk az etyekiek a legnagyobb nyertesi ezen fejlesztéseknek. És nem csak Etyeken, hanem mondjuk Móron is történtek fejlesztések, itt mi valósulhatott meg? Valójában a móri fejlesztéseink pedig már a terület és település fejlesztési operatív programatok program keretein belül valósultak meg. A MOR egyik nagy nyertese egyébként a TOP forrásoknak, a TOP forrásokat a megye döntéshozóként bírálta el. MOR összesen 15 győztes pályázattal rendelkezik. Az említett útfejlesztés egy 300 millió forintos beruházás, amely egy helyi közlekedésfejlesztés és közlekedés biztonságjavítását célzó kerékpárútépítés volt. 1 kilométer hosszan sikerült az út két oldalán egy biztonságos kerékpárutat építeni, szélesíteni az utat, valamint épült egy új körforgalom a Kodály és a Vértes út kereszteződésében. Ez mindenképpen egy közlekedésbiztonsági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházás. A projekt keretében még buszmegállók és buszöblök kiépítése is meg tudott történni. Úgy látjuk, hogy főleg a kerékpárosok érdekében sikerült sokkal biztonságosabb közlekedést teremteni MOR egyik legfontosabb részén.
És a bodajkiak is tapasztalhatták, hogy azért van ott is fejlődés. Igen, Bodajkán is több fejlesztést tudtunk elindítani és átadni. Legutoljára az új egészségházat avattuk. Ezt szintén top forrásból tudtuk átadni december folyamán. Egy olyan épületet sikerült fejlesztenünk, teljesen felújítanunk, amely helyet ad a házi orvosi rendelésnek is, de emellett laborvizsgálatoknak és fogorvosi rendelésnek is. Ezt az épületet 20 millió forintból külsőleg és belsőleg is teljesen megújítottuk. Energetikai fejlesztést hajtottunk végre, homlokzat, nyílászárócsere, homlokzat felújítás, tetőcsere, szellőzőrendszer, és belül pedig egy olyan elrendezési és tisztasági kialakítás, amely ténylegesen az ott dolgozóknak és az odaérkező betegeknek, gyógyulni vágyóknak is egy méltó környezetet fog teremteni. Egészségügyi alapellátás fejlesztés soron folytattuk le a fejlesztést, de igazából az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően energetikai szempontból és költségoldalról is jelentős megtakarítást fog hozni az önkormányzatnak. Ennek volt-e valami oka, hogy itt meg kellett újuljon ez az egészségház? Volt oka. Mi mindenhol a szokott elsősorban abban kerestük, hogy hol mit szeretnének az ott élők. Tehát a korábbi pályázati rendszertől eltérően, ami nagyon sok éven át Magyarországon gyakorlat volt, hogy központi forrásokra, pályázati ablakokra lehet pályázati igénybe nyújtani településeknek, gazdasági társaságoknak, és nem meghalva a helyi igényeket, adott esetben az eldönthető összességében, hogy pályázni kívánnak vagy nem az érintettek. Mi egy több éves tervezést folytattunk le, egy területfejlesztési stratégiát és programot dolgoztunk ki, amely településre lebontva felmérte a településen élőknek általunk reálisnak vélt helyi igényeit, és ez alapján állítottunk össze egy olyan fejlesztési programot, amelynek a mostani lépése volt a célkitűzésekhez való forrásrendelés. Bodajkon többek között ez az egyik fontos helyi igény volt az egészségügyi alapellátás fejlesztés. Ha az általam említett korábbi időszakkal ezt párhuzamba állítjuk, mi most 20 millió forintból egy teljesen új komplex egészségügyi házat tudtunk létrehozni, illetve felújítani. Korábbi ciklusban pedig láttunk rá példát, hogy mintegy 50 millió forintban 40 cm-es kilátót tudott átadni egy-egy település. Tehát azt gondolom, hogy ténylegesen látszódik a helyi igények fontossága. És ugye hát a Velencei tó környékén is történtek fejlesztések. Gárdony egy nagyon-nagyon szép, katlan, becenévre hallgató sportközponttal gazdagodott. Így van, Gárdony város ezen projektje, ez nagyon jó példa a megye többi települése, de akár az ország többi települése számára is, hogy hogyan lehet összefogni különböző szervezeteket, gazdasági, társadalmi szereplőket. Itt ugyanis magát az alapprojektet Gárdony város önkormányzatán kívül a helyi református óvoda, a helyi sportklub és a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a térség országgyűlési képviselője karolta fel. 4 önálló különböző pályázaton sikerült 80 millió forint forrást elnyerni a résztvevőknek, melyhez további 80 millió forinttal járult hozzá a Gárdony város önkormányzata. Ebből tudott megvalósulni a katlan, ami egy műfüves futballpálya világítással, futókör, játszótér, kondipark a gyerekeknek, és nem mellékesen egy olyan új centrum a városnak, amely tehermentesíti az Agárdi parkerdőt, amely az elmúlt években a használat folyamán talán túl zsúfolt is volt, illetve megközelíthetőség szempontjából a gárdonyiak számára adott esetben nehezebben elérhető. Arról nem is beszélve, hogy aki ismeri a várost, tudja, hogy ez a hely, ahol most sikerült megépíteni ezt az új sportközpontot, gyakorlatilag egy korábbi építési törmelék lerakó hely volt, és a városközpont egyik csúfsága, helyette most ez a nagyon szép, és a gyerekeknek és a felnőtteknek is nagyon fontos egészségünket fejlesztő szolgáló beruházás valósult meg. Igen, és ha jól tudom, akkor azért a mindennapos testnevelésben is jelentős részt fog képviselni. Igen, hála Istennek úgy sikerült kialakítani magát az egész sportkomplexumot, hogy egymástól függetlenül egyszerre akár több óvodai csoport vagy iskolai osztály is tud részt venni a foglalkozásokon, de emellett a legmodernebb igényeknek is megfelel a komplexum, ez a lábpingpong, én csak így hívom, és nagyon népszerű a településen, a megyében még nem sok helyen láthattuk ezt. A felnőttek is nagyon szeretnek már most oda járni a rossz idő ellenére ebbe az új központba. Igen, és biztosan vonza a környező települések lakosságát is majd. Valójában, és egyébként irigykedve néznek rá a szomszéd településekkel, hiszen elemeibe külön-külön számtalan helyen láthatók ezek a beruházások, akár a műfüves futballpálya, akár a kondipark, vagy a szabadtéri futókörök, de ilyen komplex, egybefüggő sportfejlesztés
fejlesztés nem nagyon volt még a településeken. Ott, ha jól tudom, akkor vannak azért tervek, tehát ott lesz egy épület is, ami majd segíti mondjuk az átöltözést a sporthoz. Így van, a sportlétesítmény fejlesztése továbbiakban is folytatódik. Még el nem bírált és meg nem valósított projektekről nem beszéltek, de konkrét fejlesztési szándéka van az önkormányzatnak, amelyet tudunk támogatni, illetőleg több forrásból is kiegészítő beruházások fognak tudni megvalósulni, kimondottan Gárdonyváros főtere vonatkozásában, és egy teljes új központ fog tudni kialakulni az elkövetkező időszakban. Igen, és akkor hát fejlesztések voltak, már kicsit érintettük azért az útfejlesztéseket, de ami szerintem egy elég nagy fejlesztés volt, az a Mezőfalva-Nagyvenyém közötti útszakasznak a fejlesztése, a 62-19-es jelű úton. Ez milyen forrásból, hogyan valósulhat? Szintén terület és település fejlesztési operatív program forrásából, a megyei önkormányzat döntését követően sikerült megvalósítani ezt az útfejlesztést. Itt azért azt mindenképp kiemelném, hogy ennek a forrása, mint egy 3 milliárd 150 millió forint forrás, amely ezt a 31 kilométeres útfejlesztést tartalmazza, azért 31 kilométerről beszélek, hiszen a Nagyvenyém mezőfalva, mint egy 7,5 kilométeres szakasza, csak a része a Dunaújváros Sárbogárd és a Pax-Tece útfejlesztésnek, ez kimondottan a Dunaújváros Sárbogárd útfejlesztésnek a befejezése, ennek a teljes szakasznak 2019-ben meg fog történni. Ez úgy alakult ki, ez a fejlesztés, hogy eredetileg a top forrásunkból az egész megye vonatkozásában 2 milliárd 55 millió forint állt a Fejér megyei önkormányzat rendelkezésére. A helyi igényt, a déli térség felzárkóztatása vonatkozásában az igényt a térség országgyűlési képviselői Varga Gábor és akkoriban dr. Galambos Dénes megfogalmazták. Ehhez csatlakozott a Fejér megyei önkormányzat, és sikerült egy olyan eredményes lobby tevékenységet kifejtenünk, hogy a déli térség vonatkozásában sikerült több mint 3 milliárd forint plusz forrást kapnunk. Ez azért is egy nagy eredmény az eredeti 32 milliárd forint forrásunkon felül, mert az országban összesen két megye volt, aki az induló forrásokhoz képest időközön plusz forrást kapott. A két megyéből mi voltunk az egyik, és egy igen jelentős és igen fontos beruházást valósítottunk meg. Szintén egy komplex beruházás, hiszen gazdaságfejlesztés, a pályázati célkitűzés és munkaerő mozgásnak a segítése, de mi ezen felül azt látjuk, hogy egy biztonságot is adunk a közlekedőknek, és ezáltal pedig a biztonságon túl a komfortérzet és az életminőség javítása is sikerrel megvalósul a térségben. Nagyon elégedettek az ott lakók ezen útfejlesztés már átadott szakaszaival. Igen, akartam is kérdezni, hogy miért lehet jelentős ez az útfejlesztés, mert ha jól tudom, éppen ön mondta, hogy a munkaerő mobilitásban jelentős szerepe van. A forrás az a munkaerő mobilitáson keresztül a gazdasági élénkítés, gazdasági fejlesztés szándékát célozta, de mindezen által, aki ismerte ezt az utat az autópályától indulóan egészen Sárbogárdig, az beláthatta, hogy akár balesetek szempontjából, közlekedés szempontjából milyen fontos és hiánypótló fejlesztésről van most szó. A környező polgármesterek az átadó ünnepségen is egyesével megfogalmazták ezt. Az csak egy kis grátis, hogy ezen projekt keretében szintén biztonságos buszöblöket, buszvárókat tudtunk kialakítani, és minden olyan kapcsolódó fejlesztést is meg tudtunk valósítani, amely az úthálózat felújításán felül, de ahhoz kapcsolódva elképzelhető volt, illetve meg lehetett tervezni. És hát ugye folyik a munka a Velencei tó és térsége Váli völgy vértes térségi fejlesztési tanácsban is, ami 2013 óta újra lendületben működik. Mi minden valósult meg a tanács? Valójában 2013-ban sikerült a fejlesztési tanácsunkat feléleszteni. Egy jogilag működő, de ténylegesen nem működő fejlesztési tanácsról beszélünk, amely két megye működési területét fedi le, Fejér megye egy részét és Komárom-Esztergom megye egy részét. Ezt a tanácsot, ahogy említettem, a Fejér megyei önkormányzat működteti. Kezdetben Velencei tó környékén, mind a déli parton, mind az északi parton sikerült kerékpárútépítést megvalósítani, majd a tanács készítette el azt a közel 800 millió forint összértékű tanulmányt, illetve tervdokumentációt, amely a mostani 14 milliárdos Velencei tó partfal rehabilitációs rekonstrukció alapjául szolgál, tehát ezek a tervek kerülnek jelenleg megvalósításra. Ezt követően pedig azáltal, hogy Tesszai Zoltán képviselő úr miniszterelnöki biztosi címet kapott, el tudtuk indítani a Pannonia szíve 1-2, és időközben elindult a Pannonia szíve 3 fejlesztési programunk is, amelynek köszönhetően az első két
ízben összességében 3,7 milliárd forint összértékben valósítottunk meg fejlesztéseket, szinte teljes egészében Fejér megyében. Ebből meg tudott épülni egy összefüggő, majdnem 40 km hosszú kerékpárút hálózat Etyek, Bicske, Csapdi és a Komárom-Esztergom megyei Tarján között. Ebből valósultak meg az már említett etyeki fejlesztések, és ebből a fejlesztési pénzben indult el az etyeki új központ építése, a Magyar Kút és környékének villamossági fejlesztése és egyéb közműfejlesztése. Itt a lényeg az az, hogy szerintünk a település szakrális központját elrontó csúnya, óriás vezetékek, nagy feszvezetékek a föld alá kerülnek. Ugyanez vonatkozik a vízátadó épületre és az egyéb közműszolgáltató épületekre is. És most a Pannonia Szíve 3-as ütemben az eddigi 3,7 milliárd forinton felül ismételt a nemzeti forrásból, miniszterelnök úr támogatásából újabb 858 millió forintra kaptunk támogatási döntést. Ebből pedig megtervezésre került Tarjántól egészen Esztergomig a kerékpárút hálózatunk folytatása. Nem titkolt célunk, hogy Esztergomig elmenjünk, majd pedig a felvidéki testvéreinkhez is átjussunk a kerékpárút hálózatunkkal, illetőleg Csapdiban gyalogösvényt csinálunk a Szent László patak partján, Etyeken, Öreghegyen további fejlesztéseket valósítunk meg, Etyek Újhegyen az úgynevezett alsó utat, a helyiek tudják, hogy miről van szó, hasonló elemekkel látjuk el, mint a felső utat, és összességében ezen fejlesztéseket valósítjuk meg, valamint az egyes főút vonatkozásában egy külön szintű kerékpárút átkelési lehetőséget tűztünk ki célul, és már folyik is ennek a terveztetése, mert látjuk, hogy az egyébként nagyon népszerű kerékpárútunk és az egyes főút találkozása adott esetben így biztonságosabban is tud működni, hiszen mindkettő útnak nagy az igénybevétele, arról nem is beszélve, hogy esetlegesen az M1-es autópálya további felújításai kapcsán az egyes út forgalma még inkább meg fog növekedni a közeljövőben. Az illetékességi terület bővülését szavazták meg még valamikor év vége fele, igen, így a közgyűlésben. Ez mit is jelent ez a bővülés? Hát ez a bővülés, ez jól mutatja, hogy a fejlesztési tanácsunk mennyire életképes, mint Fejér megyében, mint Komárom-Esztergom megyében sorra jelentkeznek a települések, hogy csatlakozni szeretnének a fejlesztési tanácsunkhoz. A Fejér megyei túlsúly megmaradt, hiszen az eddigi 36 Fejér megyei település mellé Bodajk felvétele mellett döntöttünk a decemberi közgyűlésünkön, így 37 Fejér megyei településünk lett, illetőleg Bajót, Héreg és Nyerges-Újfalú felvételéről döntöttünk Komárom-Esztergom megye vonatkozásában, ezáltal a Komárom-Esztergom megyei oldalról 9 településre nő a fejlesztési tanácsunk működési területe. Ez jó, egyébként jól mutatja Fejér megye vonatkozásában, hogy szinte a megye fele már a fejlesztési tanácsunkhoz tartozik. Ugye fontos értékköri tevékenységet is végez a közgyűlés, a megye. Mit is jelent egészen pontosan ez az értékköri tevékenység? Elindítottuk a megyei értékköri tevékenységünket 4 évvel ezelőtt. Akkor azt tűztük ki célul, hogy összegyűjtjük azon értékeinket a megyében, amelyek adott esetben nemzeti értékekké válhatnak és nyilvántartásra is kerülhetnek. Ugye azok az értékek, amelyeket nem őrzünk megfelelőképpen, azok el is veszhetnek. Tehát mindenképp a jövő számára, az utókor számára indítottuk el ezt a tevékenységünket. Első ízben létrehoztuk a megyei értéktárunkat és a megyei értéktárbizottságunkat, aki dönt arról, hogy melyik települési értékek kerüljenek felvételre a megyei értéktárunkba. A munka legeleje, a legnehezebb része az volt, hogy a települések és a településen lakók érdeklődését, illetve affinitását felébresszük az irányba, hogy a helyi értékek összegyűjtését kezdjék el, hozzanak létre helyi értéktárakat. Ez a munka, ez nagyon jól elindult, most már a települések 60%-a helyi értéktárral bír, és a tavalyi évben, a 2018. évben újabb 11 megyei érték nyilvántartásba vételével immár 46 megyei értékünk van. Az értékköri tevékenységünk kapcsán egyébként folyamatosan, mint hagyományos papíralapú kiadványok vonatkozásában, mint pedig digitálisan tesszük közzé a megyei értékeinket, illetve teszünk javaslatot országos értékké történő nyilvánításra. De mivel, ahogy említettem, az utókor számára végezzük elsősorban ezt a munkát, szeretnénk minél több fiatalt, általános és középiskolás gyereket, illetve óvodás korcsoportot bevonni az értékőrzésbe. Ennek kapcsán a korábbi 2 évben is fontos figyelemfelhívó versenyeket, rendezvényeket tartottunk.
és jövőre is ezeket fogjuk tenni, már el is indítottuk. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy az első és eddig egyetlen országos olyan értékőri versenyen, amely egy megyei válogatót és egy országos elődöntőt követően a parlament vadásztermében került megtartásra, és nem csak az ország csapatai versenyezhettek, hanem határon túli testvéreink is a Felvidékről, Kárpátaljáról, illetve Erdélyből. Ezen a középiskolás kategóriában a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes kollégium első helyet szerezte meg, úgyhogy a legelső versenyen mindjárt Fejér megyei siker született, ez talán az értékőri munkánknak is egyfajta elismerése. Most pedig, ahogy említettem, elindítottuk az új versenyfelhívásainkat a jövő év vonatkozásában, 2019. illetve most már ez év vonatkozásában. Csak az általános iskolás kategóriában már 31 csapat nevezett, úgyhogy ez országosan is kiemelendő szám. Azt szeretnénk, hogyha a korábbi versenyhez hasonlóan sikeresen szerepelnének a megyei csapatok, de ha nem is aranyéremmel, térnek haza a fiatalok körében, megismertetjük az értékeinket, és akkor már elértük a céljunkat. Ugye az értékőri munka mellett azért nagyon fontos hangsúlyt helyez, azt gondolom, az önkormányzat és a közgyűlés a felzárkózásra, a felzárkóztatásra, ezzel kapcsolatban fórumot is tartottak nem annyira régen. Egészen pontosan mit jelent ez, hová kell felzárkózni, kiknek kell? 2016. évben döntöttünk úgy, hogy pályázati forrásokat összeszedve 65 millió forintot fordítunk arra, hogy a megye különböző hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportjait vagy etnikai csoportjait segítsük, így ezek alapján elsősorban az idősek, a nők, a gyermeküket egyedül nevelők, a hátrányos gazdasági helyzetben lévők, a fogyatékkal élők, vagy akár a roma etnikai csoport vonatkozásában próbálunk segítséget nyújtani. Egyfajta koordinatív segítséget egy megyei szervezést szeretnénk, egy olyan ellátórendszer vonatkozásában, ami részenként egyébként működik a megyékben, de egyfajta központi koordináció korábban hatékonyan véleményünk szerint nem működött, ezért létrehoztunk egy koordinációs fórumot, bemondva az általunk ismert valamennyi szereplőt, és az ő segítségükkel próbálunk ezen társadalmi csoportok, etnikai csoportok számára tényleges segítséget nyújtani. Itt van-e valami időintervallum, amin belül azért jó lenne, hogy ez a felzárkózás megtörténjen? Első körben 3 évet tűztünk ki célul arra, hogy magukat a szervezeteket összefogjuk és a hatékony működést elindítsuk, de nyilván ezen társadalmi csoportok vonatkozásában a végleges megoldáshoz, vagy egyáltalán az érdemi megoldáshoz ennél jóval több időre van szükség, úgyhogy szeretnénk ezt a programunkat folytatni és további forrásokat ehhez rendelni. Milyen egyébként a megyének a gazdasági helyzete, hogyha mondjuk így a mutatókat nézzük, hol van most ez a megye így az országon belül? A megyénk az elmúlt 4 évvel rengeteget fejlődött. Rögtön leszeretném szögezni, hogy ez nagyon nagyban köszönhető Székesfehérvár megyei jó város kiváló gazdasági teljesítményének és azon nagyobb városaink gazdasági tevékenységének, Mór, Bicske, amelyek ténylegesen nagy húzóerőt képviselnek az összmegyei mutatószámokba, de összességében is azt mondhatjuk, hogy a Fejér megye az országos élmezőnyre dobogóra lépett a legfontosabb mutatószámok vonatkozásában. Gazdaság megítélése vonatkozásában első ízben a közgazdászok, szakértők a GDP-t szokták megjelölni. Fejér megye az egyfőre jutó GDP-t tekintetében a megyénk rangsorában a 2. helyen áll, Győr-Moson-Sopron megyét követően. Számunkra nagyon fontos a lakosság vásárló ereje. Ugye ez az az érték, amit akkor kapunk meg, hogyha a keresett jövedelemből az adótételeket levonjuk, és ténylegesen megnézzük, hogy mit költhetnek a lakosok vásárlásra, létfenntartásra. E téren 2. helyen vagyunk Komárom-Esztergom megyét követően, de csak egy hajszállal lemaradva. A tavalyi évnek volt olyan pontja, amikor holt versenyben 1. helyen voltunk, tehát ez az 2. hely ez mindenképpen kiemelendő. Ehhez szorosan kapcsolódik a keresetek kérdése, hiszen a létfenntartás alapja mégiscsak a kereset. Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Győr-Moson-Sopron megye után a megyék rangsorában e téren a 3. Ha a családi adókedvezményeket, amelyek nagyon jelentősek és egyre jelentősebbek nem is nézzük, akkor is Fejér megyében átlagosan egy főre bruttó 317 ezer, azaz nettó 210 ezer forint jövedelem jut. Ez mindenképpen egy nagyon jó szám, természetesen szeretnénk, ha ez is emelkedne a jövőben. A nagyon fontos gazdasági mutató az úgynevezett hozzáadott érték a megyék között, amely mutatószám azt mutatja, hogy az országos összegészből
mezőgazdaság, vagy például az ipar területén a megyék hogyan veszik ki a részüket. Itt az ipar területén mondhatjuk azt, hogy erősebbek vagyunk. A teljes országos mennyiségnek 7,3%-át adja Fejér megye, de a mezőgazdasági mutatónk, amely 5,2%, sem elítélendő, és az is jócskán az országos átlag fölött van. Itt a mezőgazdaság kapcsán azt azért még mindenképpen kiemelném, hogy egy nagyon összetett indikátorról van szó, hiszen az emberek rátermettségén, szorgalmán, munkáján túl nyilván a földrajzi adottságok meg a föld minőség is meghatározza a teljesítményt, de azt azért mindenképpen ki kellene, hogy emeljük, hogy akár cukorrépa, akár napraforgó vonatkozásában az országos termék átlag rangsorába Fejér megye első helyen áll, még kukorica vonatkozásában a harmadik, búza termesztés vonatkozásában pedig a negyedik, tehát ezek azért mindenképpen példás értékek. Illetőleg még a gazdaságot mindenképpen fontos jellemezni a foglalkoztatási adatokkal. A foglalkoztatási adatok voltak egyébként tradicionálisan Fejér megyének mindig a legrosszabb mutatószámai. Ehhez képest mindösszesenben a megye, Fejér megye a megyék rangsorában az ötödik helyre lépett elő. Most is ez a legrosszabb mutatószámunk, de ha a legrosszabb mutatószámunk az országos ötödik helyezés, akkor azt gondolom, hogy látszik a fejlődés. Itt azonban továbbra is fennáll a megyén kétarcúsága. Székesfehérvár, a Martonvásári járás települései, a Bicskei járás települései, Mór és környéke gyakorlatilag potenciális munkaerő hiánnyal bírná munkanélküliséggel. A munkanélküliség 2% alatti, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag aki dolgozni akar, az tud is. De összmegye szinten is ez a helyzet, ha nem is ilyen jó számokkal, a leggyengébb mutatószámokat továbbra is a Sárbogárdi és az Enyingi járás települései mutatják. Ott 4-5%-os munkanélküliségről beszéltünk, de ez is főként idény jellegű problémákat vet fel, és ezzel együtt ezeken a részeken is már megjelent a potenciális munkaerőhiány. Tehát mindenképpen az elkövetkező időszak egyik fő feladata az lesz, hogy a nagyon gyors és példaértékű gazdasági fejlődés mellé munkaerőt tudjunk találni. Igen, akkor most már a foglalkoztatásról is beszélgettünk, mert ez lett a következő kérdésem. Tanácskoztak is partnerekkel a foglalkoztatást illetően, itt milyen tervek születtek? Mi magunk létrehoztunk egy megyei foglalkoztatási fórumot, és elindítottunk egy megyei foglalkoztatási paktumot. Ebbe a paktumba természetesen bevontuk a Fejér megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályát, hiszen náluk van ez az adatbázis és az a szakértelem, amely a mi munkánkat megalapozza és mindenképpen segíteni tudja. A Fejér megyei önkormányzat 1,3 milliárd forint forrást, egészen pontosan 1.331.000.000 forint forrást rendelt a megye foglalkoztatási helyzetének konkrét javítására és a munkaerőpiaci helyzet konkrét javítására. Ebből a pénzből a tavalyi év vonatkozásában azt tűztük ki célul, hogy az általános munkaerőpiaci helyzet javításán felül közvetlenül 500 fő munkavállalónak a munkaerőpiaci helyzetét előrébb tudjuk lendíteni. A tavalyi év októberéig 531 főnek tudtunk segíteni különböző módon, akár mentorok kirendelésével, akár munkabértámogatással, akár vállalkozóvá válás körülményeinek segítésében, de akár képzéssel, oktatással is. Úgy látjuk, hogy a programunk végeztével körülbelül 850-900 főnek fogunk tudni közvetlenül segíteni a munkaerő piacon előrébb lépni, de ezen felül összegészében szeretnénk a megye munkaerőpiaci helyzetét segíteni, megtalálni a kereslet és a kínálat közötti egyensúlyt. Ugye már itt egyfajta tervet hallhattunk, de milyen tervek vannak még így 2019 elején az évre vonatkozóan? 2019 vonatkozásában nagyon fontos tervünk az, hogy a még folyamatban lévő települési beruházásokat, amelyekhez a forrás mi biztosítottuk, segítsük megvalósítani. Ugye a legtöbb pályázat az már a megvalósítás szakaszában jár, 35,2 milliárd forint megyei támogatott döntésből több mint 35 milliárdra, tehát közel 100%-ra már támogatói döntés született és elindultak a projektek. Itt nagy nehézséget jelent a települések számára is, a gazdasági fejlődésnek köszönhetően áldrágulás, főleg a kivitelezések vonatkozásában. Ezért számukra próbálunk most
plusz forrásokat, többletforrásokat biztosítani. Erre egyébként lehetőségünk is van, és az alapdöntéshez hasonlóan elvirálóként veszünk részt a plusz források odaítélésében, és épp azért, hogy az összes projekt eredményesen záruljon, az elmúlt időszakban létrehoztunk egy saját céget, az Albenzis Nonprofit Kft-t, ez egy területfejlesztési Kft, 100%-ban a Fejér megyei önkormányzat tulajdonában, aki az előző évben a pályázatok előkészítésében és benyújtásában segítette a településeket, most pedig projektmenedzsment feladatok ellátásával maguknak a pályázatoknak a megvalósítását segíti. Több mint 300 nyertes települési pályázat végrehajtásában működik közre a megyei cég, és segíti a településeket a projektek eredményes megvalósításában. A fő célkitűzésünk tehát alapesetben a területfejlesztési feladataink ellátása, de emellett, ahogy a tavalyi évben is, szeretnénk minél szélesebb körben olyan feladatokat is felvállalni és megvalósítani, amely a településeinken élők életminőségét, közvetlen életkörülményeit javítani tudják az elkövetkező időszakban. Illetőleg arról sem feledkezhetünk meg, hogy októberben önkormányzati választások előtt állunk, és ott pedig az a fontos cél, hogy azt a jól működő gyakorlatot, amit úgy érzem, hogy elindítottunk itt a települések vonatkozásában is, de jó együttműködést azt hiszem, hogy kiterjesztően értelmezhetjük akár a megye országgyűlési képviselői vonatkozásában is, de a kormányzat vonatkozásában is. Ezt a munkát szeretnénk folytatni ez év végén is és a következő években is. Ugye most mondott gazdasági terveket, megmondott másfajta terveket is. Tudom, hogy nagyon fontos a megye életében a klímastratégia, és ezzel kapcsolatban mik a jövőre nézve a tervek? 2 évvel ezelőtt indítottunk el egy olyan klímavédelmi munkát, amely egy hiánypótló dokumentumkészítés és egy hiánypótló munkavégzés volt a megyénk életében. 2 évvel ezelőtt az az állapot volt a megyében, hogy egy Fejér megyét egybefüggően klíma szempontból megvizsgáló dokumentum nem állt rendelkezésünkre, sem egy állapotfelmérés, sem egy stratégia, sem egy program. Mi létrehoztuk az éghajlatváltozási platformunkat, amely első ízben felmérte a megyénk klíma-öko szempontból meglévő fejlesztési lehetőségeit, elképzeléseit, illetve a jelen kihívásait akár a káros anyagkibocsátások kapcsán, vagy az éghajlatváltozás kapcsán, és egy alapdokumentumot lefektetett, amely egyrészt javaslatot tesz arra, hogy hogyan lehet a káros irányokat csökkenteni, másrészt a megváltozott környezethez, akár egy időjárási környezethez hogyan tudnak alkalmazkodni a lakosok, illetve a gazdasági szereplők. Gondoljunk csak az olyan rendkívüli környezeti kihívásokra az elmúlt időszakban, mint az a márciusi hihetetlen tél pár évvel ezelőtt. És ennek kapcsán a tavalyi év márciusában eljutottunk odáig, hogy elfogadtuk a megye klímavédelmi stratégiáját és programját, és egy olyan szervezetet hoztunk létre, amely az értéktárbizottságunkhoz hasonlóan, vagy a felzárkóztatási programunkhoz hasonlóan az elkövetkező időszakban konkrét munkát fog végezni, és szeretné ezt a tevékenységet folytatni egy felülről nyitott dokumentumcsomag továbbvitelével, illetve jelentős tudatformálással. Itt is, ahogy az értékőri tevékenység kapcsán is említettem, itt is elsősorban a gyerekek, az óvodások és az általános középiskolás diákok a fő célkitűzött korcsoportok számukra az előző évben is komoly figyelemfelhívó tevékenységet folytattunk, versenyeket rendeztünk, rajz, ötletpályázatokat írtunk ki, és a közeljövőben is ezt a munkát szeretnénk velük folytatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hallottunk a megye előző évéről és a mostani tervekről is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, boldog új évet mindenkinek. Köszönöm önöknek pedig a figyelmüket. Molnár Krisztiánt, a Fejér megyei közgyűlés elnökét hallhatták. A megyéről, a közgyűlésről, a megye múltjáról és a megyének a jövőjéről. Viszontlátásra!